Jézus szavait János evangélium a 14. fejezetének 25-től 27. versig terjedő szakaszából olvashatjuk eképpen. A pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít meg majd titeket minden igazságra, és eszetekre jutott mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csökkentjen. Urunk, ezeket a szavakat menetele előtt mondta tanítványainak. Többször is beszélt Isten lelkéről, akit az Atya küld el. Isten lelkét pártfogónak, vigasztalónak nevezte. Tudta, hogy a tanítványoknak szükségük lesz majd Isten lelke pártfogására. Különleges az, ahogyan az első pünkösd ünnepén a lélek ereje átjárva az apostolokat, sokakat juttat hitre, hiszen szélzúgással, hatalmas szélviharral, hangerővel jelenik meg, összecsődül a tömeg, és meghallják az Isten lelke által ihletett prédikációt, melynek nyomán sokan hitre jutnak. Urunk azonban Isten lelke munkájáról nem csak úgy beszél, mint amely hatalmas, mindent átfogó, mindenki számára látható munka, hanem a János evangélium a 3. fejezete szerint Nikodémussal való beszélgetésében arról mond üzenetet, hogy Isten lelke csendben és titokzatosan munkálkodik, akár csak a szél. Nem tudjuk honnan menni és hová megy, azonban a munkáját elvégzi. A mai modern ember számára, a mai élő keresztény, egyén és keresztény gyülekezet számára különösen nagy erőforrás Jézusnak ez a mondata, ez a kép, ahogyan Isten lelkét a szélhez hasonlítja. Nem látom hatalmas megmozdulásokat talán magunk körül, de hívő szívvel valljuk, hogy Isten lelke bennünk és körülöttünk munkálkodik. Erőt ad, bátorat, békességet ad nekünk. És emellett a békesség mellett tudjuk, hogy ha bár szemmel nem láthatjuk Isten lelke munkáját, de mégiscsak egy szempillantás alatt felszínre kerül, és világossá lesz, ahogyan teljesen átformál egy szívet, egy családot, egyént, vagy akár gyülekezeti közösséget. A mai élő keresztény ember és a mai élő keresztény gyülekezet azzal a nagy reménységgel járhatja földi útját, földi pályafutását, hogy Isten lelke együtt munkálkodik az evangélium hirdetésében. Ez a reménység van bennünk, amikor szólunk, ez a reménység, amikor igét olvasunk. És átéljük azt a csodát, hogy Isten lelke ma is formál szívünket, formál a lelkünket, formál mindannyiunkat. Vezessen így mindnyájunkat Isten lelke, és az apostolok által kapott reménység töltsön el bennünket is. Nagy reménnyel, nagy bizalommal. Jézus megígérte, veletek vagyok mindannyiunkban a világ végezetéig. Az ő lelke bennünk van, körülöttünk munkában.